Megemlékezett a magosz, online rejtvénysorsolás, véradás, tűzvédelmi teszt. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 10-én 18 óra 5 perckor. A megye gazdatársadalma nevében Karcagon a kuláküldözés áldozatainak állított kopjafánál emlékezett meg a közelmúltban elhunyt Kispál Ferencről, a magosz alelnökéről, dr. Fazekas Sándor kormánybiztos és Hubai Imre Csaba, a magosz megyei elnöke. Dr. Fazekas Sándor a megemlékezésen Kispál Ferenc országgyűlési képviselői munkájáról is elismeréssel szólt, hiszen tapasztalatát, szakértelmét az országgyűlésben a mezőgazdasági bizottság tagjaként az agrártörvények kidolgozásában is hasznosította a gazdák érdekeit szem előtt tartva. A magyarságnak, a magyar parasztságnak egy olyan igazi képviselője volt, aki tudásával, az emberekre való odafigyelésével, a gazdálkodásban való hozzáértésével, jártasságával mindig a legjobbra törekedett. Én örülök annak, hogy családja is képviselve van most itt Jászthegykun Szolnok megyei karcegi megemlékezésünkön, hiszen egy pillanatra megállunk itt a nagy forgalom, a forgalom zajában, és visszaemlékezünk őre, aki szerette a határt, azt az alföldi tájat, amelyben mi is élünk, értett az, hogy hogy kell azt megművelni, hogy kell jószágokat nevelni. Fontos szerepe volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei újjászervezésében, és a rendszerváltás utáni gazda összefogás egyik fő képviselője is volt. A járvány intézkedések miatt csak helyben emlékezhettünk meg Kispál Ferencről, aki hódmezővásárhelyi gazdálkodó, országgyűlési képviselő volt, helyi gazdakörnek, megyei gazdakörnek, illetve megyei agrárkamarának is hosszú éveken keresztül elnökeként dolgozott. Egy igazi mintagazda, egy olyan valódi parasztember, gazdálkodó ember volt, aki a legkorszerűbb módszerekkel eredményesen tudott termelni a megváltozott körülmények között is. Nagyon nagy veszteség számunkra, hiszen tekintélyével, mint véleményalkotó hozzáértésével igazi iránymutatója volt a gazdatársadalomnak. Hubai Imre Csaba is egy igazi jó barátot, gazdatársat veszített el Kispál Ferenc személyében, aki 1946-ban született Hódmezővásárhelyen. Kispál Ferenc gazdatársammal 1993-ban ismerkedtem meg, mint alapító gazdaköri elnök. Ő is az volt. Lakitelken készültünk az elkövetkező időkre, a föld privatizációjára, a gazdatársadalom helyének a kialakítására. Sűrűn találkoztunk, szinte mondhatnám havonta. Amikor nem sikerült havonta, személyesen telefonon beszéltünk. Feri egy kimondottan alapos, megfontolt, jó felkészült, elkötelezett magyar gazda volt, akitől lehetett tanulni, akire lehetett számítani, és minden vonatkozásban az az ember volt, aki példaértékű életet élt, és példa lehet valamennyi gazdatársunk előtt. A magosz alapító tagjaként, a Hódmezővásárhelyi gazdakör létrehozójaként elévülhetetlen érdemeket szerzett a rendszerváltás utáni gazda összefogásban. A parlament előtt a karcagiakkal együtt képviselte heteken át a gazdák érdekeit, és a későbbiekben is mindig számíthattunk rá, mondta róla Hubai Imre Csaba, akivel együtt kapta meg a Kovács Béla díjat is szakmai munkája elismeréseként Kispál Ferenc. 2005-ben a gazdademonstráción együtt dolgoztunk, együtt működtünk. Később országgyűlési képviselőt képviselte a gazdatársadalmat felé. Megalapítottuk utána a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, ott is alapítóként, megyei elnökként kezdett a gazdatársadalom bizalmából, és mindig lehetett rá számítani, és felkészült volt. Egyszerű, szókimondó, nyugodt, igazi paraszti logikával gondolkodó ember volt, akire mindig lehetett számítani. Én magam itt Karcagon többször találkoztam vele, amikor gazdafórumot tartottunk, amikor újra szerveztük, újra választottuk a vezetőséget, és ami még nagyon fontos, itt történt Karcagon, a Fidesz
gazda megállapodásnak a aláírása, akkor is itt volt Fermin gazdaköri vezető, és hát örültünk annak, hogy találtunk egy olyan pártot, aki felvállalt bennünket, gazdákat. És ez a tartalmas munka eredménye hozta azt, hogy a gazdatársadalom stabilizálódott, összefogásába erősödött, gazdaságilag fenntartható módon a jelenlegi helyzetben is, meg az elmúlt időszakban bármikor lehetett rá számítani. Feri kiemelkedő munkát végzett, együtt kaptuk kitüntetésként a Kovács Béla díjat, ez a legmagasabb kitüntetés a gazdatársadalomban. Akkor is csak ő szerényen, egyszerűen, a maga egyszerűségével mondta, hogy hát Imriském, ezt talán megérdemeltük. És ennek a szellemnek a birtokában voltunk együtt mindig, és mindenben egyetértettünk. Ő volt az a bázis még ebből a korosztályból, akire bármikor számíthattam. Ha véleményt kértem tőle, mindig objektíven tudott segíteni. Amikor a gazdamútról volt szó, akkor is összedolgoztunk, összeszedtük a anyagokat, meg folyamatban is van egyébként. Ami részben megtört, de részben nem, mert itt van a fia, aki szintén képviseli a családot, és a továbbiakban is számítunk egymásra, és az a kibontakozás, amit az elkövetkező időben szeretnénk megvalósítani, az tulajdonképpen ezeken a szellemi, erkölcsi értékalapokon nyugszik, amit tulajdonképpen a későbbiekben szeretnénk felhasználni, a jövőképet megalkotni, azért, hogy a fiatalság legyen előtte, a fiatalság előtt olyan példa a Feri személyébe, aki követhető, aki példaértékű munkát végzett, és tulajdonképpen olyan tartalmi dolgokat tudott felszínre hozni, ami közérthető és biztató a fiatalság számára. Az is elhangzott, hogy őt nem csak gazdatársai tisztelték, szakmai munkáját széles körben elismerték, mert nem csak a közéletben járt elől, hanem a saját gazdaságával is példát mutatott környezetének. Emlékét a karcagi gazdák is megőrzik, ígérte Huba Imre Csaba. A karcagi Hírmondó keresztrejtvény megfejtést beküldői közül két nyertest sorsolta ki a Városházán, Szepesi Tibor polgármester és Daróczi Erzsébet újságíró jelenlétében, aki erre az alkalomra megjelent Karcag ma is a szívünk csücske második és harmadik könyveiből ajánlott fel két-két példányt. A közel 30 beérkezett megfejtő neve egy vázába került, melyből Disznós Andrásné és Egedi János neve került kihúzásra. Így ők kapták meg a szerzőtől a két könyvcsomagot. A sorsolás után rendhagyó módon Szepesi Tibor polgármester a kötetek kiadójával, szerkesztőjével rögtönzött interjújából kiderült, a Karcag ma is a szívünk csücske harmadik kötetben 54 olyan orvos, pedagógus, művész, kutató kedvenc karcagi története, családi étel vagy sütemény receptje és életrajza olvasható, akik bár nem városunkban születtek, de munkájuk révén már a karcagivá váltak, és a Nagykunság fővárosát tartják második otthonuk. Ilyen nem sűrűn történik a televíziózás történetében, hiszen a mai napon azért vagyunk itt a polgármesteri tárgyalóban, mert hogy a karcagi Hírmondóban megjelent keresztrejtvényre érkezett helyes megfejtők között kisorsoltunk kettő könyvcsomagot. Minden is gratulálok a nyerteseknek. A könyvcsomagok felajánlója Daróczi Erzsébet, aki a Karcag ma is a szívünk csücske 1-es, 2-es, 3-as kötetének szerkesztője, írója. Most a hármas kötetről kérdezem, mit kell tudni a harmadik kötetről? Bár sokan nem szeretik Karcagon a gyűjtment szót, de tulajdonképpen azok szerepelnek benne, akik nem Karcagon születtek, de már a karcagivá váltak és itt élnek közöttünk. Ők mesélik el, hogy nekik mit jelent Karcag, milyen kedvenc receptjük van, és mindenkiről ugyanúgy, ahogy a másik két kötetben van egy lexikon. Az első kiadás már teljes egészében elkelt. Hogy állunk a további kiadással? A másodikból még van, a harmadik az két hét alatt elfogyott, abból most utánrendelés van, és én szeretném azért megköszönni polgármester úrnak is a támogatást, hiszen azért voltunk ma itt, mert az önkormányzattól is kaptam ehhez a könyv megjelentetéséhez támogatást, mert ezúton is szeretnénk megköszönni. Természetesen azt gondolom, hogy valamennyi olyan könyvet, kiadványt támogat önkormányzatunk az előző időszakban is így történt, a jövőben is így fog történni, hiszen ahogy maga a könyv címe is mondja, Karcag mindig a szívünk csücske. Hogyan zajlanak most a véradások? Erről kérdeztük orvos Anetta Csillát, a Magyar Vöröskereszt karcagi területi szervezet vezetőjét.
A szakember elmondta, a jelen helyzetben nem könnyű dolog a víradást szervezni, hiszen a vírusjárvány itt is érezteti hatását. A szervezők külön felhívják a figyelmet, hogy tényleg csak az jöjjön vért adni, aki egészségesnek érzi magát, semmilyen tünetet nem mutat és nem járt olyan helyen, nem érintkezett olyan emberrel, aki nem fertőzött. Nem könnyű dolog a mostani helyzetben véradást szervezni, hiszen ugye a COVID-19 nevű járvány az azért ide is érezteti a hatását, hiszen ugye aki beteg, az ezelőtt is így volt, hogy ugye akkor nem jöhetett el a véradásra, és ugye ezt külön felhívjuk most a figyelmet, hogy tényleg csak az, aki tényleg egészségesnek érzi magát, és semmilyen tünetet nem mutat, és nem járt olyan helyen, nem érintkezett olyan emberrel, aki esetlegesen ebben a vírusban benne volt, hogy tényleg azok jöjjenek a véradásra. Tehát látszik is egyébként, hogy kevesebb létszámmal tudnak jelen lenni, de hál' Istennek, ugye továbbra is folynak ezek a kihelyezett véradások, hiszen a vérellátás szempontjából ugye ezt nem lehet elhagyni, elhanyagolni, hiszen az alapvető műtétekre ugye ezután is ugye sor kerül, meg sort kerítenek, ami életmentő műtét. A korábbi helyszínek helyett újakat kellett mindenhol keresni. Karcagon, a sportcsarnokban oldható ez meg. A helyszínnel kapcsolatosan is ugye nehéz helyzetben vagyunk, hiszen nagyon sok helyre, mert ugye nem lehet véradást szervezni. Erre hál' Istennek van egy ilyen külön ajánlás, hogy ugye kinyithatnak ugye a művelődési házak is erre az alkalomra. Karcagon ugye itt a városi sportcsarnokot kaptuk meg ennek a helyszínének, és remélem, hogy ez így a továbbiakban is fog tudni működni, bár a mostani bejelentett szabályozással kapcsolatosan még várjuk mi is majd a felsőbb tényközléseket, hogy akkor hogyan tovább. A következő víradás április 6-án lenne, 8 és 12 óra között, ha erre is engedélyt kapnak. A szakember hangsúlyozta, hogy ha a víradók felveszik a védőoltást, a felvételt követő 24 óráig semmilyen tünetet nem mutatnak, egészségesek, jól érzik magukat, akkor ugyanúgy jöhetnek a víradásra, mint más alkalommal. Ugye itt esetlegesen lehet arról is most beszélni, hogy a véradók esetlegesen ugye felveszik a védőoltást, és azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy nem kell vele napokat várni, hanem a felvételt követően, hogyha eltelt 24 óra, és semmilyen tünetet nem mutat, tehát egészséges, jól érzi magát, akkor ugyanúgy jöhet a véradásokra. Bernát Zoltán 99. alkalommal adott most vért. Először a katonasságnál adott vért, eltávozásért, de azóta is fontosnak tartja, hogy segítsen másokon. Az első a honvédségnél, a katonasságnál kezdődött, mi nagyon sok embernek. Ott ugye eltávozást kaptunk érte, úgyhogy az is leadta, hogy esetleg azóta nem véradó. De én folytattam azóta is ezt a dolgot. Szeretek segíteni embereken, meg ez egy jó dolog. Tehát én ezt maximálisan pozitív dolognak tartom, meg szoktam a fiataloknak is mondani, hogy jöjjenek, vannak ismeretségi körömbe, de hát elég kevesen vannak már sajnos, akik új beszállók, és ugye kiöregednek a régi motorosok. Hát amikor tudok, mindig jövök, ha lehetőségem van, vagy ha hívnak, de amúgy meg rendszeresen járok, tehát a időt betartom, és akkor jövök, mikor szükség van rám. Családjában is volt már szükség vérre, így ezért ad ő is rendszeresen. Szatmári Mihály is a katonaságnál adott első alkalommal vért, látva nagyszülei példáját, azóta is folyamatosan segít embertársain. Volt, amikor ismerős műtétjéhez irányított véradáson vett részt. A családban is volt, nagymama, aki állandó volt. Nagypapa is egy darabig, de innen jött a segítség. Ha másképp nem, legalább így tudok segíteni a embertársaimon. Szerintem egy ennyi indítatásból van ez. Most volt az 52. véradása. Elkészült a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 9. online tűzvédelmi tesztje. A mostani teszt témája kifejezetten aktuális, hiszen az elmúlt napok beavatkozási statisztikája szerint a jó idő és a melegedés a szabadtéri tüzeknek is kedvez.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság márciusban 9. alkalommal jelentkezik online tűzvédelmi teszttel. Azok, akik nyomon követték az előző tudáspróbákat, már tisztában vannak a lakástüzek megelőzésének lehetőségével, ismerhetik a tűzoltói hivatás kulisszatitkait, a felszereléseket és azok használatát is. A 9. tesztet február utolsó napjainak az eseményei különösen aktuálissá teszik, hiszen megkezdődött a szabadtéri tüzek időszaka, számos nagy kiterjedésű tűzhöz riasztották az ország tűzoltó egységeit. Az ilyen jellegű tűzesetek megelőzésével, illetve a szabályos kinti égetésre vonatkozó tudnivalókkal foglalkozik a márciusi online tudáspróba. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!